Lé Csaba akadémikus, az ELTE-n végzett pszichológia és általános nyelvészet szakon. Közel 40 éve foglalkozik azzal, hogyan lehet egyesíteni a két terület eredményeit, megfontolásait. Olyan kérdésekre keresi a választ, mint például, hogy hogyan sajátítják el az anyanyelvet a kisgyermekek, vagy hogy hogyan működik a megértés a nyelvi rendszer a társalgás során. Többek között ezekről is szó volt a plaszticitás az emberi idegrendszerben című előadásán. Pszichológiai és neurobiológiai kutatás egymásra támaszkodva megpróbálja feltárni, hogy meddig és hogyan módosítható az idegrendszer működése, mi az, ami ebben egy genetikai program kibontakozása, és mi az, ami egy plasztikus rendszer élete. Jellegzetes példa a plaszticitás problémájára az, hogy hogyan változik a tapasztalás hatására az idegrendszer működése. A korai életkorban szerzett kritikus érzéki tapasztalatok döntően meghatározzák, hogy milyen lesz például az arcfelismerő rendszerünk, milyen helyzetektől fogunk félni, vagy mikor érezzük magunkat relaxáltan. Körülbelül 100 éve tudjuk, hogy az emberi idegrendszer egy különleges tanulógépezet arra alkalmas, hogy leképezze a világot, és új ismereteket adjon nekünk. Az utóbbi néhány évtizedben részletesebben megtanultuk azonban, hogy hogyan is tudja ezt megvalósítani. Az előadásban olyanokról beszéltem, hogy például ugyanabban az idegrendszerben, attól függően, hogy kinek milyen nyelvi tapasztalatai vannak, hogyan változik meg a nyelvvel kapcsolatos agyrészek felhasználása. Lé Csaba humortól sem mentes előadása osztatlan sikert aratott. Ezután Géczi János szervező, az antropológia és etika tanszék vezetője bejelentette a hallgatóknak, hogy még két további meghívott előadója lesz az Éjszakai Egyetem sorozatnak. Decemberben Tolnai Ottó vajdasági magyar íróval, február környékén pedig Beck Zoltánnal, a 30Y frontemberével találkozhatnak az érdeklődők.